Sziasztok! Ez itt a PS zenekar. Hát ahogy a Minkos is beszállt a zenekarban, körülbelül decemberben akkor adtuk ki az új EP-nket, amit ugyan még az előző dobosunk játszott fel, de már igazából a Minkossal együtt vágtunk neki ennek az új útnak, új lehetőségeknek. Sokan mondják, hogy hasonlít a stílusunk a korai Arctic Monkeys számokéhoz, de igazából mi úgy kezdtünk neki ennek az új útnak, hogy ez egy rock and roll zenekar lesz. Szóval nem tudom, én sok helyről hallottam, hogy a zenekari meghatározás számi stílus szempontjából én rock and roll zenekarnak mondanám magunkat, és ez a decemberi lemeztől alakult így, tehát egy teljesen nagy mérföldkő ez a zenekar életében, és innentől nem is lehet úgy tekinteni rá, mint az elmúlt évek nagy indie zenekarára, mert ugye ezt lehet tudni, hogy így a 2000-es évek végén így Mooggal, Jagdel és a hasonló szcénában lévő zenekarokkal mozogtunk, de igazából ennek már vége, és ez egy új korszak igazából. Arról is volt szó, hogy elkezdjük új néven ezt az egészet egy teljesen új projektként, de végül annyira a szívünk közni ez a név, hogy úgy gondoltuk, hogy még innen is lehet kihozni jó dolgokat. Dév írja a szövegeket, tusolás közben szokott az iklet jönni, akkor a múzsák így felszállnak a csatornából valahogy. Cut! Ez adja a szövegek alapját, amit mi így utólag minimálisan a Bazsival elitálunk. A zenét pedig vagy közösen írjuk, improvizáció folyamán, vagy pedig valamelyikünk lehoz egy riffet, és akkor egy riffből írjuk meg a számot, illetve az bővítjük ki. Hát az érdekes koncertélmény, igen, legelsősorban a mait említeném meg, amin Dave Hoppesnek elszállt a basszusgitárja, mert hát annyira király a basszusgitárja, hogy hát miért ne rogyott volna össze a koncert utolsó három számába, és hát persze, hogy összerogyott. És hát Dio Papi megoldott ezt a problémát, úgyhogy leült a színpadra, és no sandal, nyomott egy fél számot, aztán hozzábaszta az erősítőhöz a gitárt, lement, kiment egy kis vis levegőt szívni, gondolta, hogy ezzel megoldja a nagyon nehézkes problémát, ami esetleg ahhoz juttatja és kötheti, hogy megoldódik ez a hangzás, de nem, visszajött és bedugta a kábelt újra a gitárjába, és egyszerűen nem tudott mit kezdeni a helyzettel, lepengette a húrokat, és nem szólt semmi. Meg így szerintem befolyásol minket minden, ami így újdonságnak mondható a zeneiparban ezen a területen, tényleg így ezen a rock színvonalon, vagy nem tudom mennyire mondják őket indinek, de mondjuk én két zenekar tudnék kiemelni, akik viszonylag újak, és referenciaként hivatkozunk rájuk a biográfiánkban is, az egyik a Band of Skulls, másik a Royal Blood, nem teljes, ők inkább ilyen riffesebb dolgot nyomnak, az ilyen szólók nincsenek benne, mert azt ugye a Bazsi teszi hozzá a zenénkhez. Tehát igazából onnantól kezdve, hogy a Bazsi egy ilyen igazi ilyen virtuóz, ilyen gitáros arc, onnantól kezdve az összes kibaszott gitáros ilyen legendaként él az eszméjében, ami természetesen megjelenik a zenénkben, ahogy hallhattátok és láthattátok. Tíz év múlva nem tudom, hogy így nem tudom, hogy a srácok itt körülöttem, hogy gondolják, hogy tervezik a zenei pályafutásukat, vagy ezzel szeretnének 10 év múlva foglalkozni. De hogyha igen, akkor még biztos nyomatjuk.
Szóval igazából nagyon, nagyon sok gyökérből táplálkozik a zenekar, ezért... Legalább három volt. Köszönöm. Ez jó idő.